Baklár. Soron, kollega, ez gólhelyzet, kollega, és a lövés 1-0. Soron letette, kollega pedig befutotta, és az ő góljával a 19. percben megszerzi a vezetést a Kaposvár. Kollega Krisztián a gólszerző tehát. Rögtön ott van Nagy Krisztián vele szemben, Mim. Mim most elindul, Mim. Van beadás is, a túloldalon Tímári, a befejelt labda Péter Bence, és 1-1. Nem volt le sem Péter Bence, és megvan az egyenlítés. Tímári remekül vette észre, hogy ezt a labdát be kell fejelni középre, ahol Péter Bence üresen állt, és megszerzi az egyenlítő gólt. Péter Bence találatával tehát a 32. percben megvan az egyenlítés. Rudánszki ki a szélre, és Dajcs. Komódi jól fedezte a labdát. Hudák? Nem volt jó. Nagy Krisztián. Kollega, Dajcs nem figyelt, ez is veszélyes. Andorka lövés, Andorka gólja. A csereként beálló Andorka Péter találatával megint megszerzi a vezetést a Kaposvár. Dajcs figyelmetlen volt, kollega bekerült mögé, és utána kiugratta Andorkát, és Varga már tehetetlen volt. Közelről jött a lövés, és elég erős volt. Andorka Péter találatával tehát 2-1-re vezet a Kaposvár. És akkor Ludánszki helyett Ivancsics. És lehet, hogy ő fogja majd ezt a szabad rúgást elrúgni. A 73. percben cseréltek a kaposváriak, elhagyta a pályát 13-assal Ludánszki Bence. Ivancsics azért 23-assal Ivancsics szokott. Láttunk már tőle szabad rúgás gólt a bal lábával betekerve. Reméljük, hogy most nem látunk újabbat. Na nézzük akkor. Ivancsics. Ivancsics megpattan, és Ivancsics. Hát ez hihetetlen. Az első labda érintése Ivancsics Gellértnek. Megpattant a labda, ha jól láttam, Hudák fején. És ezzel 3-1-re vezet a Kaposvár. Nem szabadna most már több gólt kapni, hogyha ezen a meccsen még bármit is szeretnénk. Ivancsics. Lágyan jön be középre, megint ott a labda, és megint gól. Komódi balhézik a játékvezetővel, mert hogy szerinte nem hagyták, hogy elrúgja a labdát, és ha jól láttam, akkor Úr László a gólszerző. Lipcsei. Az jó! Na ezzel most akkor lehet menni Komódi gólhelyzetben. Komódi 4-2! 82. percben visszajövünk egy picit a meccsbe. Komódi került helyzetbe, és ki is használta egy perccel a negyedik kaposvári gól után.